Csak úgy, mint a korábbi években, a legmagasabb osztályban indulva, a Nyíregyháza Tigers ismét bejutott a legjobb négy közé. Az alapszakasz 4 győzelemmel és 3 vereséggel a negyedik helyen zárták a Tigrisek, az első helyet a rekordbajnok Wolves szerezte meg 6-1-es mutatóval. A döntőbe jutás klubtörténelmi tett lenne, egyúttal a nyíregyháziak visszavágnának a fővárosiaknak a bajnokság első szakaszában elszenvedett 6 pontos vereségért. Sikerült a minimális évelei célunkat teljesíteni. Idén is bejutottunk a rájátszásba a kiemelt magyar bajnokságban. Én azt gondolom, hogy nagyon ritka az a csapatnak mondható érdem más csapatoknál, hogy ahányszor elindulunk, mindig rájátszásba minimum eljutunk. Szeretnénk ezt megfejelni azzal, hogy az elődöntőt megnyerve bejutunk a döntőbe. Erre reális esélyünk van, hiszen nagyon jó formában vannak a játékosok. A körülmények kicsit mostohák itt Szabolcsban, edzés körülményekre gondolok, de bízom benne, hogy nyerni fogunk. A Tigers vezetőedzője szerint a rájátszás meccsei teljesen mások, mint az alapszakasz mérkőzései. A játékosokat nem kell motiválni, mindenki tisztában van a találkozó jelentőségével. A legfontosabb, hogy mindenki egészséges legyen. Elég sok hiányzónk volt, akik az edzéseken sem lehettek ott, de ez már a rájátszás, amelyben 4 csapat vesz részt, és szerencsére mi vagyunk az egyik. Szóval olyan jól és olyan keményen fogunk játszani, ahogyan csak tudunk. Az első osztály mezőnyének legeredményesebb elkapó játékosa, Troy Rice eddig 634 yardot ért el. A támadó bízik abban, hogy ott lesznek a fináléban. Az első mérkőzésen néhány kulcsfontosságú szituációban veszítettünk pontokat. Ezeket a hibákat mindenképpen ki kell javítanunk a következő találkozón. Nagyon magabiztosan várjuk az összecsapást, mivel tudjuk, hogy miben kell javulnunk. Az önbizalmunkkal nincs gond, győzni akarunk. A Nyíregyháza Tigers Budapest Wolves mérkőzés szombaton 15 órakor kezdődik a Vasas-Pasarét úti sportcentrumában. A másik elődöntőben a Miskolc Steelers vasárnap a Budapest Cowboys csapatát fogadja.